Tankönyveket osztanak a Szekszárdi Garai János Általános Iskolában. A szülőknek fizetniük nem kell, csak átvenni a könyveket. Azokat ugyanis ősztől már az ország valamennyi a közoktatásban tanuló diákja ingyen kapja. Az intézkedésnek köszönhetően csak ebben az egy iskolában több ezer tankönyvet használhatnak idén ingyen a tanulók. Időben és megfelelő létszámban megérkeztek a tankönyvek, 6500 tankönyv érkezett. Ezeket ingyenesen vehetik át ugyanúgy a szülők, a gyerekek számára ingyenesen biztosítja a kormány ezeket a tankönyveket. 1700 ebből a tartós tankönyvek száma. Bár a tankönyvek ingyenessé tétele akár 25-30 ezer forintos megtakarítást is eredményezhet egy-egy családnál, ettől függetlenül a tanévkezdés még így sem olcsó. Ez egy elsős fiús táska tornazsáktól tartószett. Ennek körülbelül így az akciós ár plusz engedménnyel így a szett értéke az 29 ezer forint. Közel 30 ezer forintból jön ki egy iskolatáska, a hozzávaló tornazsák és egy tolltartó ebben a szekszárdi írószerboltban. Az üzletvezető azt mondja, a tanévkezdés azoknak a családoknak a legdrágább, akiknek mindenből újat kell venniük, például egy általános iskolás elsőosztályos vagy ötödikes diák esetében. Egy elsős csomag, hogyha táska, tolltartó, mindenféle kiegészítő benne van, akkor hát az van körülbelül 60 ezer forint. Úgyhogy elég jól megterheli a szülőket az iskola kezdés, azt gondolom. A drága tanszerek miatt sok család hónapokon keresztül az egész nyári szünetben készül az iskola kezdésre, havonta vásárolnak kisebb tételben a gyereknek szükséges eszközöket. Mi már elkezdtük nyár elején, tehát miután a kicsi elsős lesz, a nagy meg ugye felső tagozatos, egyszerű volt, mert a kicsihez kaptunk listát, hogy mi az, amire szüksége lesz. Hát a nagynak meg kitaláltuk, hogy hát azért sok évi rutin és tapasztalat után, hogy mi kellhet neki. Úgyhogy igazából mi nyár elején, mikor ezt a listát megkaptuk, onnantól kezdve így szépen fokozatosan próbáltuk meg ezt. És vannak, akik hosszabb időre, több tanévre alkalmas eszközöket vesznek a gyereknek, hogy így kerüljék el az évenkénti súlyos kiadást, ami az iskola kezdéssel jár együtt. Igazából a tankönyveket ingyen kaptuk, az írószerboltban, amit vásároltunk, táska, tartós táska, inkább egyszer veszünk drágábbat, és több évig használjuk, és igazából az írószerek, füzetek, amik olyan 10-12 ezer forint körül megállt igazából. Érdekesség, hogy a koronavírus újbóli terjedése miatt hiába közeledik rohamosan a szeptember, idén jóval kevesebben vásároltak iskolaszereket eddig, mint a korábbi években. A Szekszárdi Pátria írószerbolt vezetője azt mondja, ők idén akciókkal is készültek, ám egyértelműen látszik, hogy a bizonytalan tanévkezdés miatt a legtöbb szülő még kivár a vásárlással. Úgy veszük észre, hogy van egy kis félelem a szülőknél, gyerekeknél is, és inkább az elsősök, alsósok vásároltak eddig, és gondolom várják, amíg konkrétan azt mondják, hogy na most akkor kezdődik az iskola. A kormány jelenlegi álláspontja szerint jövő héten a hagyományos módon kezdődhet meg a 2020-21-es tanév az országban. Vagyis a koronavírus járvány miatt bevezetett digitális oktatást a személyes jelenléten alapuló tanórák váltják fel. Nagyon szépen köszönöm a segítséget!